Köszöntöm stúdiónk mai vendégeit is. Egy Miskolc melletti, Miskolchoz közeli kis településről fogunk beszélgetni a következő percekben. Nagyon sokat forgatunk Arnóton, mert Arnóton pezseg az élet, hiába viszonylag kisméretű település. Polgármester úr, kérem, ugye egyik nagyon fontos eredménye az elmúlt időszaknak, hogy a Magyar Falu program részeként több sikeres pályázat is megvalósult a településen. Mit kell ezekről tudnunk? Tisztelettel köszöntöm szerkesztőasszonyt és a tisztelt nézőket is. Valóban egy település vezetésének nem csak a településnek a működtetése, hanem a fejlesztése is nagyon elsőrendű feladata. Éppen most számoltam össze, jelenleg 12 megnyert pályázata van az Arnóti önkormányzatnak. Ebben vannak építkezési beruházások, felújítások, fejlesztések, vannak humán erőforrás, közösségteremtés, bár most a pandémia alatt ezt nagyon nehezen lehet megvalósítani. Rátérve a magyar falus történetre, 8 pályázatunk is beadásra és megnyerésre került. Ez is nagyon színes választékot jelent, van benne útépítés, útfelújítás, járda, építés, orvosi eszköz beszerzése, klímabeszerelés 2 helyiségünkbe, épületünkbe is, és valóban az egyik kiemelt, talán a szívünkhez a sok-sok között, a első között a legjobban álló, ez pedig a tájházas pályázatunk volt. Azért az is egy feladata egy települési önkormányzatnak, hogy ne csak működtesse és fejleszte a települését, hanem gondoljon az ott élőknek a közösségteremtésére és a helyi identitásának a kialakítására, fejlesztésére is, és ennek a jegyében adtuk be idestava 2 évvel ezelőtt ezt a pályázatunkat. Maga az ingatlan az már tulajdonában állt az önkormányzatunknak, egy másik óvoda bővítési pályázathoz kapcsolódóan már ezt megvásároltuk, és gondoltuk tájházvezetőasszonnyal, képviselőtestülettel, hogy ha már egyszer egy ilyen 1930-as években épült népies házat tudtunk megvásárolni, aminek a kert része kellett nekünk jobban az óvoda pályázathoz, akkor miért ne alakítanánk ki rajta tájházat, és sikerrel tudtunk pályázni. Nem hagyták tehát veszni azt az értéket, ami már van a településen, és kapott egy új funkciót. Mi is található ebben a tájházban pontosan? Tulajdonképpen, amikor elindult ez a gondolat, a közös gondolatunk polgármester úrral, akkor rögtön arra gondoltunk, hogy semmi olyan kiállító tárgy nem lesz, amit direkt ide készítenek, úgymond, hanem a településen élő embereknek a megmaradt emlékeit, a megmaradt félretett, megőrzött eszközeit fogjuk itt kiállítani. Sikerült is ezt megoldani. Tulajdonképpen minden tárgyunk, ami a tájházban van, arnóti lakosoktól, illetve Arnótról elszármazott, volt arnóti lakosoktól, került vissza Arnótra. Van néhány érdekességünk is, és én ezt mindig nagyon szeretem elmondani, hogy tulajdonképpen ezek az emberek, akik ezeket a tárgyakat elhozták oda a tájházba, nem csak a tárgyakat hozták, hanem elhozták magukkal azokat az emlékeiket is, ami ugye kötődik ahhoz a tárgyhoz, hiszen abban azzal éltek, azzal dolgoztak, abban az ágyban aludtak, abban a szekrényben tartották a ruháikat, abból a tárnyéból ettek, és bizony sokszor van, aki megilletődve látja, amikor eljön megnézni a tájházat, hogy milyen szép helyre került az ő kis emléktárgya, és van, aki megkönnyezi. Volt egy olyan kis történetünk, nem tudom, belefér-e az nyugodtan időben. Nyugodtan, tessék elmondani. Amikor volt a tájháznak az átadása, ugye az udvaron volt a ünnepség, és az egyik arnóti lakos, aki éppen ilyen régi függönyt ajándékozott a tájháznak, szembeült az ablakkal, ahová fölkerült ez a függöny, és amikor ment a beszélgetés, és beszélgettünk arról, hogy köszönjük, hogy ezeket az emléktárgyakat elhozták ide, ránézett az ablakra, és az édesanyja jutott eszébe, és ugyanúgy nézett ki az ablak, mint az ő édesanyja idejében, és bizony elsírta magát.
Tehát itt egy kicsit az érzelmek is jelen vannak ebben a tájházban, nem egy halott kiállítás ez az egész. Szoktam mondani, hogy ez a miénk, és szó szerint a miénk. Akkor ez egy kicsit összehozta a település közösségét, az elszármazottakat is, és felidézte a régi múltat, ha lehet így fogalmazni? Tudni kell településünkről, hogy nagyon heterogén összetételű a lakosságunk. Nem túlzok, ha azt mondom, hogy körülbelül a jelenlegi közel 2500 fős lakosságunknak a közel a fele nem tőzsgyökeres, hanem vagy régebben, vagy utólagosan beköltözött. És az a heterogenitás nagyon sok mindenben megnyilvánul, és ahogy mondta a tájházvezető asszony is, az ajándék felajánlatágyaknak a származási helyében is vannak valóban arnótiak, elköltözettek, de ezt úgy tudom, hogy adtak olyanok is, akik beköltöztek Arnótra, és éppen mondjuk a Cserehát vagy Zemplén vidékéről is történt adományozás. Akkor ez egy nagyon színes tárlat felépítését követően hogyan néz ki, vagy felépítését tekintve hogyan néz ki? Egy régi otthont próbáltak tulajdonképpen újra ábrázolni, vagy mi alapján állították össze a tematikát, magát a múzeumot, a kiállítás anyagát? Hát hagyományosan igyekeztünk követni a régi trendet. Az első szoba az ugye a tiszta szoba. Tulajdonképpen ott vannak azok a tárgyak, az kicsit értékesebb, úgy mondom, tárgyaink. Nyilván a tiszta szoba is úgy nézett ki, hogy azért ott is laktak. Tehát ott van nekünk bevetve a szalmazsákos ágy, ott van a komód, van ruhásszekrény, van lóca, van középen asztal székekkel, tehát ez egy ilyen hagyományos felépítése az első szobának. Középen, amit régen úgy hívtak, hogy pitvar, ahogy belépünk rögtön, ugye beléptünk a házba, nem úgy, mint már napjainkban, ott kétfelé osztottuk a teret, mert hogy három helyiségünk van és nincs több. Az egyik oldala az a konyhát szimbolizálja, tehát ott van egy konyhaszekrény, konyhai eszközök, a káposzta gyalutól a gyúródeszkáig jelen van. A másik fele, a falnak, az pedig a kamra vagy a spájz részt szimbolizálja, ahol hagyományos polcon vannak azok az eszközök, amit hát a konyhában is egy kicsit, meg egy kicsit ugye az udvar körül is használnak. Szerszámok, kalapács, furdancs, ilyenek. Van egy kis eldugott zug, ahová motolla, és egyebek. Na, ezt nem tudom, micsoda. A motolla az, amikor elkészült a megfont fonál, és föltekerték motringba. Értem. Igen. És van a hátsó szoba, ahol felállítottuk az legelső ajándékunkat, amit még akkor felajánlottak, amikor még nem is volt tájház. Arnótról elszármazott Varga Bélától kaptuk, akinek egyébként híres Arnót születje, mert ő csinálta meg a világ legnagyobb könyvét színben. Ezt nagyon, többször láttuk ezt, igen, így van. Nagyon igen. Sokan ismerik Bélát, és nagyon jó szívű egyébként. Nagyon-nagyon sok eszközt adott. Tehát ő volt az első adományozó, akitől el is hoztuk ezeket az eszközöket, és ő ajánlotta föl a szövőszéket, egy működő, létező szövőszéket, tehát ez uralja a hátsó szobát, illetve hát van ott néhány csizma, szekrények, guzsaj, nagyon szép guzsajat kaptunk, többet is. De ezek vannak még fölállítva. Most bólogattam, de a guzsaj az nem nagyon ismert. Hát azon fonják meg a fonalat. Tehát a kócból. Sokat kell még tanulnom, kócból, úgy látom a szövésről, fonásról. Igen, a kócból, abból fonják, forog, és ahogy tépkedik a kócból, és azzal sodorják össze azt a fonalat, amiből később ugye készül a szövőszéken, a vászon finomabb, durvább, pokróc, lepedő, abrosz, ingek régen. Ez mindig lenyűgöz, hogy milyen óriási erőfeszítés lehetett a régi időkben. Ez az ilyen van. Alapvető dolog,
hogy öltözködés hihetetlen. Polgármester úr, vannak-e fejlesztési tervek már, ami a tájházat illeti? Mégpedig, hogy vannak, olyannyira, hogy most adtuk be éppen tegnap előtt egy kiírt Hungarikum most pályázatot. Több irányú fejlesztési elképzelésünk is van. Ez a most beadott Hungarikumos pályázat, ez az Arnótról a megyei értéktárba is fölvett négy, most már mondhatom, nemzeti értékünknek a bemutatását célozza meg. Ugye négy érték is fölvételre került, ez a lakodalmas kalács, a május kosár, az evangélikus templomunk az oltárral és a gyurgyalakmadár. Most a tájházunknak van a főépülethez tartozóan egy külön bejáratú, közel 20 négyzetméternyi különálló helyisége, és ezt szemeltük ki a helyi értékeinknek a bemutatása céljából, és ennek a kis helyiségnek a felújítására, illetve szakmai berendezésére, megvilágítására pályáztunk most a Hungarikum pályázatba. Reméljük, hogy itt is sikerrel fogunk majd járni. Úgy gondoljuk, hogy nem csak a háború előtti, háború korszakát kell megörökítenünk a tájházba. Ha azt mondom, hogy retro gyűjtemény, akkor most már egyre több helyen van az szép országunkban is. Mi is gondolunk egy ilyenre. Ez majd az elkövetkezendő időszaknak lesz majd a feladata, részint ennek a helyének a kialakítása. Azért a tájházhoz még kapcsolódnak gazdasági épületek is, amelyeket szintén föl kell majd újítani, és a harmadik nagy szerette itt a tárgyi örökségünk megőrzésének, az pedig egy aktuális helytörténeti kiállítás, ami ma történik, például az, hogy itt vagyunk, ez is már holnapra múltá válik, már pedig nagyon sok minden történik, ahogy célzott rá szerkesztőasszony is településünkön, akár fejlesztések, akár kulturális szempontból, rendezvények szempontjából is, tehát egy ilyen mindenkori aktuális helytörténeti kiállításban is gondolkodunk. Olyannyira, hogy például itt van ez a világjárvány, önkormányzatunk gondol ennek a helytörténeti megörökítésére is, gyűjtjük a tárgyasult eszközöket, gyűjtjük a helyben készített maszkot, és tudnám sorolni mindenféle adatot, mindenféle vonatkozó tárgyat, abban a hiszemben és reményben, hogy előbb-utóbb majd ezt is valahol ki tudjuk majd állítani, és településünk lakossága is majd meg tudja csodálni őket. Egyébként tényleg nagyon különleges, hogy Arnót, noha tényleg én úgy gondolom, hogy nagyon sokan újan költöztek be a településre, tehát az egykori identitás vagy a hagyomány az nehezen tetten érhető, de ugyanakkor mégis annyi mindent tesznek, akár hogyha a vőfély kultuszra gondolok, akár ugye említette a május kosarat. Tehát, hogy ez mind ilyen nagyon-nagyon régi hagyomány, ami furamód éppen egy Miskolc közeli településen érhető tetten, és hozott nekünk egy izgalmas kiadványt is. Így van valóban. Néhai Molnár Béla egykori tanárunknak a munkásságát tartom kezemben. Ő a 99-ben adták ki ezt a könyvet, és most a megyei könyvtár támogatásából egy utánnyomás keretében tudtuk újra megjelentetni. Már önkormányzatunknak sem volt egyetlen egy példánya sem, úgyhogy most már újból rendelkezésünkre áll. De ha már könyvnél tartunk, akkor hadd újságoljam nagy örömmel, hogy egy toppos helyidentitásos pályázatba ki tudunk adni egy újabb helytörténeti könyvet. Ennek jelenleg folyik a szerkesztése, előkészítése. Reményeink szerint még ebben az évben ez meg is jelenik majd. Legyen akkor talán ez a végszunk. Nagyon sok minden történt a múltban Arnóton, amiről beszámoltunk, és úgy látom, hogy a jövőben is számos olyan kezdeményezés van, ami miatt a figyelem újra a településre irányulhat. Polgármester úr, tájházvezető asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba, és elmesélték ezt nekünk. És köszönjük szépen, és várjuk szerkesztőasszonyt is, a kedves nézőket is Arnótra. Jöjjenek, ismerjenek meg minket, jöjjenek a rendezvényeinkre is.